És akkor most az alkonyatról ugyanis Bellának végre tényleg döntenie kell, hogy a vérfarkast vagy a vámpírfiút választja. Nyár közepén mutatják be a mozik az Alkonyat című ifjúsági film harmadik részét, amelynek beharangozója már látható a világhálón. Ezt mi is megmutatjuk önöknek, és utána három rajongó énekesnővel, Hiennel, Barbie-val és Lolával beszélgetünk. Isabella Swan, I promise to love you every moment forever. She's still human. The Volturi don't give second chances. Why are you so against me becoming like you? I know the consequences of the choice you're making. After a few decades, everyone you know will be dead. You wouldn't have to change for me, Bella. I'm in love with you, and I want you to pick me instead of him. You have to consider the idea that I might be better for her than you are. Edward. She found us. I'll protect you, no matter what. You don't know what you're getting yourself into. I'm gonna fight for you. Until your heart stops beating. Vendégeink Hien, Lola és Barbie. Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok, jó reggelt! Kit választanátok? Szeretném hallani. Én Jacobot. Én is Jacobot. Edwardot. Edwardot. De miért Jacob? Nekem például jobban tetszik úgy a... Hát jó, mondjuk a személyisége nem, mert jobban tetszik ott a Edwardnak a személyisége, de a külseje. A feje, az egész csávó szerintem jobb, a Jacob. Hát amikor leveszi a pólóját, aztán... Edwardot választom, csak vegye le a pólóját. De várjál, a pólóját bárki le tudja venni, nem mindegy, hogy mi van alatta vagyok. Hát, igen, hát az biztos. De Jacobnak mi a jó a személyiségében, a vámpír fiúnak? A vámpír fiú az így az Edward. Edward, igen, igen, bocsánat, igen. Edwardnak mi a jó a személyiségében? Hát, hogy olyan hűvös, vagy nem tudom, az egész olyan tök melankolikus, de mégis olyan vonzó szerintem. Mi a titka ennek a filmnek, vagy ennek a két fiúnak? Tehát mi az, amit a lányok annyira szeretnek benne? És nagyon sok lányt hallottam nyilatkozni, akik azt mondják, hogy nem is biztos, hogy a kinézet, vagy de külső, nyilván az sem egy elhanyagolható szempont, hanem ahogyan bánik ez a két fiú azzal az egy szerencsés lányjal. Abszolút, szerintem például a szerelmi szál az olyan jól megvan oldva ebben a történetben, amit még szerintem eddig nem láthattunk. Tehát tényleg, hogy mondjuk egy csók sem csattan el úgy, hogy előtte nincsen valami előzmény, ami akár órák hosszat húzódik, tehát például az első részben is az első csók jelenetet én egyszer nem bírtam kivárni például, tehát baromi jól ki van vitelezve szerintem. Uh-huh. Na, igen, de ugye az a kérdés, hogy mi az, ami a leginkább megfogja a lányokat ebben? Tehát, hogy szeretnétek ti is egy olyan fiút az életetekbe, aki hasonlóképpen bánik veletek, aki mindent megtesz, aki mindent megad, az életét is feláldozza, értetek? Tehát, hogy ez van mögötte? Én nem örülnék annak, hogyha valaki a véremre szomjazna, mert azért tulajdonképpen ez a könyv, ez erről szól, de az, hogy például mi lányok ez miért szeretjük, én például nem a film miatt, én elolvastam, és teljesen szerelmes voltam, akár a színés rezba is, pedig láttam előtte a Harry Potter-ben, meg nagyon sok más filmben, de ott valahogy nem. Úgy van megírva, úgy van kitalálva a srác, hogy mindenki megy, és mindenki szeresse. Igen, Lola itt azt mondja, hogy ugye az eszével próbál valamit visszafogni az érzelmeiről. Volt már olyan az életedben egyébként, hogy mondjam, szerelmes lettél valakibe, de az eszed visszafogta, de mégsem tudtál az érzelmednek parancsolni? Hát volt olyan, igen, én elég... Ez a nagy csodrás. Igen, én olyan típus vagyok, aki igen, így elborul és szerelmes lesz, és hát azért néha nem mertem gondolkodni, de mostanában már gondolkodom. Volt olyan, például 2 hónapig gondolkodtam, azt elejtem, hogy minek? És akkor szerelmes voltam 1 évig, aztán elmúlt. És ilyen neked ezek a hűvös, melankolikus pasik jönnek be, ezek szerint? Nem feltétlenül csak ezek, de például a filmben eléggé megfogott. Meg ugye a kép is, szóval lehet, hogy mondjuk az életben nem ilyen jó pasi, de a filmben eléggé. Nyilván kisminkelik. Itt a harmadik részben az lesz a választás, hogy vajon tényleg a szerelmet választja az ember, vagy a családot, mert hogy ugye, hogyha a vámpír fiú megharapja, és ő is vámpírrá változik, hát akkor a családjának búcsút kell mondania. Ne adj Isten, hogy valakinek az életében egy ilyen választás legyen, de hát azért a szerelem sok mindenre képes. Ilyesmit megtennétek a szerelmetekért? Ilyen hatalmas változásokat vagy választásokat az életben?
Szerintem, hogyha biztosak vagyunk benne, hogy egy életre szóló, akkor szerintem be lehet vállalni. Mert tulajdonképpen... Az a baj ebben a szerelemben, hogy nem lehet benne biztosnak lenni. Igen, de hogyha van egy kis jel rá, akkor talán. Mert szerintem mégiscsak, ha választunk párt, akkor azért választjuk, hogy az elkövetkezendő életüket vele fogjuk leélni, és akkor lehet, hogy megéri a kockázatot. Mennyire szoktátok magatokat beleképzelni ilyenkor egy-egy történetbe? Tehát, hogy ugye látjátok a filmet, elolvassátok a könyvet, és akkor újraélitek, és átformáljátok a saját személyiségetekre, hogy ti mit csinálnátok abban a helyzetben, hogyan viselkednétek, melyik fiú, hogyan döntenétek, mit csinálnátok. Tehát, hogy megy egy ilyen film továbbpörgetés az agyatokban? Nekem állandóan. Én sírok, nevetek, én szerelmes vagyok a főszereplőkből, úgyhogy én mindig. Nekem ezért nem jó olvasni, mert teljesen depis leszek utána. De amikor ezeket a könyveket olvastam, itt velem nem lehetett beszélni. És akkor többször megnézitek ezeket? Persze. Igen. Tehát kívülről tudjátok. Szóval én is magam a történeteket kreálok, hogy na, hogy fog folytatódni, vagy én mit csinálnék benne, hát ha eljön egy ilyen Edward fiú talán az életben, persze úgyse. Ugye... A ti életetekben a rajongás az hogy működik? Mert az oké, hogy értetek rajonganak. De ti például poszterekkel kiplakátoljátok-e a szobátokat, autogram levelekkel bombázzátok-e azok a kiválasztott sztárt? Tehát a rajongás megvan-e az életetekben, vagy ezt tudjátok helyén kezelni? Én tudom helyén kezelni. Robbie Williams-t imádom, és még a régi 60-i szobámban az ajtón van egy nagyon nagy poszter, de amúgy autogramokat annyira már nem szeretnék, inkább megismerném azokat az embereket, akikért rajongok én legalábbis. Szóval posztereket én sem, meg ez az ilyen fanatikus rajongás, ezért nem. Az én szobám tínédzser koromban ki volt. Nekem is tele volt. Nekem is. És bombáztam mindenkit autogramokért. Na jó, köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Kíváncsian várjuk majd a filmet.